A tervek szerint június első hetében vehetik birtokba a kórház dolgozói és a betegek a közelmúltban megújult intenzív osztályt, szülőszobát és a műtőblokkot. Stábunk lehetőséget kapott, hogy körbejárja és bemutassa az új helyiségeket. A közelmúltban a többi között a központi diagnosztikai tömb is megújult a Vásárhelyi Kórházban. Ennek az alaksorában a röntgen és a radiológia már működik. Az intenzív osztály, a szülőszobák és a központi műtőblokk használatba vétele azonban eddig még váratott magára. Egy utolsó művelet van még hátra, ez a következő hónap első napjaiban történő fertőtlenítés, ami érinteni fogja az épületet, az eszközöket és a szellőztető rendszert is. Ezt követően a szakemberek mintákat vesznek a helyiségek különböző pontjaiból. Az ideális helyzetben a hónap első hetében, 10-ig legkésőbb, ezek a negatív minták szabad utat adnak arra, hogy beköltözzenek az intenzív osztályra, illetve használatba vegyék a műtőt, szülőszobát. A jövőben egy teljesen új szellőztetési rendszer, az úgynevezett laminális szellőztetés fogja garantálni az új helyiségek teljes sterilitását. Ezen kívül fontos, hogy a falakra a megszokott csempék helyett egy speciális festék került, ami könnyebben mosható és fertőtleníthető. Ott jártunkkor jól látszott az intenzív osztály speciális kialakítása, központi részen a nővérpulttal, e körül pedig 5 szobával, amelyeknek a pultra néző falai teljesen üvegesek. Ez nagyon fontos szempont, hiszen olyan betegek fekszenek itt, akikre egy állandó kontroll, egy állandó őrzést igényelnek, nem csak a nagyon modern műszerek, monitorok, eszközök, amelyek rá vannak csatolva, és mindenféle paramétert mutatnak, jeleznek a szakembereknek, hanem a vizuális kontroll is fontos. Itt ebben a pultban, ahol a személyzet ül, be tudja látni az egész valamennyi kórtermet, így került ki alakításra, és hát ez nyilván az átláthatóság szükséges. Az osztályokon Török István, az intézmény üzemeltetési osztályának vezetője kísérte végig stábunkat. A bejáráson kiderült, ha szükséges, minden ajtót, ablakot reluxával is el lehet sötétíteni. A gomnyomásra működő, hermetikusan záródó üvegajtók pedig szintén a sterilitás fenntartását segítik. Az új szülőszobán elsőként a műtőbe sétáltunk be, ahol most egy mobilágy és egy digitálisan vezérelhető világításrendszer található. Itt tudják majd ellátni azokat az eseteket, ahol komplikáció lép fel. Ezen a részlegen összesen 4 szülőágy áll rendelkezésre. A jövőben ismét lehetőség lesz apás szülésre, ennek a kényelmét egy külön szoba biztosítja majd. Ugyanitt láthattuk a szintén teljesen új, modern inkubátort is, ami mellett természetesen a korábbi eszköz is használatban marad. A két osztályon kívül a jövő hónapban adják át a műtőblokkot is, ahol szintén modern, teljesen új eszközök biztosítják az orvosok precíz munkavégzését.